vígan csúszik a kis szám, lecsúsztuk. Mi mással is kezdődhetett volna a Csacskamacska Mókatár, mint a bölcsödés gyermekeknek szóló zenei foglalkozás nevét viselő cicák köszöntésével. Az életre kelt fekete és fehér macska báboktól teljesen lázba jöttek a gyerekek. Reggel van már a csogó, tükörészik a rigó, csirip, csirip, csicserek, szép jó reggel, gyerekek. Majd jöttek a jól ismert gyerekdalok, a szülők önfeledten kapcsolódtak be az énekekbe, a kicsik pedig ringatóztak, dúdolták a jól ismert vagy éppen kevésbé ismert dallamokat. Markó Lilla, játékos, komplex fejlesztő foglalkozása nem ismeretlen a helyi anyukák számára. Évek óta tart foglalkozásokat egészen kicsi, akár tipegő, beszélni alig tudó gyermekeknek tolnám. Foglalkozásait a gyerekek nyelvén tartja, mondókákat, énekeket tanít a kicsiknek és szüleiknek. Az aznapi foglalkozásra is megtelt a terem. Volt itt fél éves és 3 éves korú gyerek is. Volt olyan anyuka, aki 2 legyet ütött egy csapásra, és nem csak a reggeli babamasszázson, hanem a Csacska-macska mókatáron is részt vett mindkét gyermekével. Hallottunk erről a lehetőségről, hogy lesz itt foglalkozás kisbabákkal, totyogósokkal, eljöttünk megnézni. Hogy tetszett az előző foglalkozás? Jó volt. Tetszett a babának is. Hallottál új információkat? Igen, ilyen babamasszázs még eddig nem csináltunk egyikkel se. Belevágtál volna egyedül egyébként? Hát a tesót kellett masszírozni, öt masszíroztam, de hát önálló nem volt még egy, aki folyton a nyakamon lógott. Az anyuka azt mondja, azért jöttek el, hogy kislányai jól érezzék magukat, új élményeket szerezzenek, miközben más gyermekekkel is megismerkednek. A foglalkozás nem titkolt célja, a közösségbe való beszoktatás. 2 gyerekkel azért elég nehéz, de lehet. Elképzelhető, hogy igen. Igen. A következő alkalommal is el fogsz jönni? Remélem, el tudunk. Több édesanya hónapok óta jár ilyen foglalkozásra, és azt mondják, ez már a heti programjuk részévé vált. Annyira szeretnek összejönni más gyerekes édesanyákkal és énekelni, mondókázni. Egy pályázatnak köszönhetően a tolnai családosok 2 éven keresztül ingyen vehetnek részt az ilyen jellegű játékos fejlesztő foglalkozásokon a helyi kulturális központban. Egy sikeres pályázattal, aminek keretében létrejött Tolnán a Család és Karrierpont. Számos olyan programot kínál elsősorban nőknek, ami akár a munkaerőpiacra visszatérést jelenti, de akár a gyerekfoglalkozásokat. Ingyenes táboroztatást csináltunk a nyáron alsó tagozatos középiskolás gyerekeknek. Nagyon hasznos programokkal tudunk előállni. Itt most példaként említhetném a háztartási praktikák című nagy sikerű programsorozatunkat, amit már tavaly el tudtunk kezdeni. Most ez a baba-mama foglalkozás, ezt 2 korosztálynak hirdettük meg. Nagyon örülök neki, hogy nagyon kedvező a fogadtatás, hiszen ez a pályázat, ez lehetővé teszi, hogy még az elkövetkezendő 2 évben ilyen nagyon hasznos programokat tudunk nyújtani, és nagyon remélem, hogy továbbra is igényt tartanak rá tolnai hölgyek és szülők, illetve kisgyermekes anyukák.